Adj teret a frisseknek, adj teret az ihletnek. Axe, Jungle Fresh. Artisius, a dalszerző az első. Partnerünk a Strandfesztivál. Konkrétan nem is emlékszem, hogy mikor kezdtük el ezt az egészet, viszont már csak egy vékony hajszál választ el minket a döntőtől. Volt programja rendesen a táborozóknak, mióta beválogattuk őket a top 7-be. Zenéltek szólóban, kollabolva, és legutóbb még egy kedves nyugdíjas klub elé is ki kellett állniuk, bár azért nem mindenki jött rá, hogy nem harap a néni. A top 4 formáció pedig egyből visszavonult a házi stúdiójába a nap végén, hiszen feladattal búcsúztam tőlük. Irány a faház, irány a stúdió, és írjatok egy új dalt, most nincsen 3 óra limit, rátok van bízva, tiétek a délután, az este, viszont hogy mi lesz ezzel a feladat, az majd holnap fog kiderülni. Elég komoly dalkezdemények szűrődtek ki a faházakból. Ez már nem a rendszer, ez már nem az... Akkora lett a flow, hogy csak hajnalra csendesedett el a tábor. Remélem, hogy többet aludtak, mint a BSV meg én az előző nap, mert nem akárkinek adják elő az éjjel írt demókat. Ez a sávlekötő Kembály OTP Junior, a dalszerzők tehetségkutatója. A mai nap tétje nem más, mint a fináléba jutás, amire ráadásul minden táborvezető, Lábas Viki, AKC Misi, a BSV és Szendrői Csabi is visszatér. Aki a mai feladatot túléli, és a döntőben is a legjobbnak bizonyul, az hazavihet 3 millió forintot az OTP Junior felajánlásával a zenei karrierje berobbantásához, egy opcionális lemezszerződést és 3 hónap szakmai mentorálást az Eszképlen kiadótól, és felléphet az idei Strandfesztiválon is. A mai nap AKC Misié, a negyedik kihívás pedig a Showcase. Azért mi is ez pontosan? A Showcase egy olyan fesztivál, ahol feltörekvő zenészek mutatkozhatnak be a szakmának, klubok és fesztiválok búkerei, menedzsmentek és kiadó képviselői alkotják a közönséget. És akikre felfigyelnek, azok a zenei élet meghatározó arcai lehetnek a következő években. És ez itt és most sem lesz másként. Meghívtam a hazai szakma képviselőit és fő alakítóit a táborba. Érkezik Csiszárvirág a Sziget Fesztiváltól, Lóbenvej Norbert a Sopron Fest és a Strand Fesztiváltól, Ceglédi Sasza az Aquarium Club és az Isolation Budapest részéről, Kama a Banana Recordstól és Imre Zsolt az Eszképlen kiadótól. Misi pedig már a táborban töltötte az éjszakát. Lehet, hogy jobb ébresztőre számít, de most engem kap. Na Misi. Na Jorgi. Fuck, Mary Kill. Na mondjad. Zenélés, koncertezés, vagy biznisz? Kill business, fuck zenélés, Merry koncertezés. De amúgy ma mind a 3 topikkal fogunk egyébként foglalkozni. Azért történtek itt dolgok, amióta te elmentél. A Nikóék estek ki először, aztán az exék, tegnap meg a Döme hagyta el a tábort. Jöttek idősek, és előttük kellett fellépni. Az kegyetlen azért. Egyébként a szolnokiéknál remegett még nagyon a léc. Igen, ahogy ismerem őket, ott azért biztos, hogy van még mind javítani. És 4-en maradtunk, Lovas Uci és a Frász, Szolnoki Tendenci, Ster, illetve... Csak a Wolf lesz. Igen, és a Wolf lesz. Sokszínű 4-es egyébként. Mindenki nagyon más, igen. Viszont mindenki nagyon erős egyébként, szóval a maga stílusában kiemelkedő. Igen, hát azért most már nehéz dolgom lesz. Ugye most írtak dalt, teljesen elengedhették magukat, és azt csináltak, amit akartak. Ez azért fontos, hogy ez tudjanak fontos, így igen. Is alkotni. Biztos a legjobban tudod, hogy ez azért sajnos, vagy nem sajnos, de nem csak a zenéről pontosan. Szól. Pontosan. Te mit fogsz figyelni? Figyelj, ami valamilyen szinten fontos, és az így sokat elárul egy emberről, hogy mennyire hebegnek, habognak. Hosszú távon nincsen, hogy hát nem tudom. Te mindig határozott vagy? Ja. Megvan mindenről a véleményem, és hogyha valamiről őszintén kell mondani, akkor arról így mondom. Arra azért kíváncsi vagyok, hogy kiből mi jön elő, jelleg akkor, amit te vagy, azt kell előadni, akkor mit fognak csinálni. Na, akkor mondjuk el a feladatot szerintem. Mondjuk el. Hogy költenétek el ezt a 3 milliót? Már megcsináltuk Márióval a muzikeren az bevásárlókocsinkat. Aha, jó, helyet. Ha már összegyűjtöttétek a technikai cuccokat? Ja, igen, igen. És rájöttünk, hogy így, hogyha befelezzük, hogy másfél, akkor az is borzasztó sok pénz csak erre. Ja, annyi, mint a mikrofonom. Flex.
amikor jelentkeztünk, természetesen úgy voltunk vele, hogy oké, hát akkor ezt most megnyerjük. Meg például, amikor kiderült, hogy mi lesz a főnyeremény, ugye 3 millió forint, akkor én egyből el is küldtem Tominak a posztot, hogy oké, hát akkor mire fogjuk költeni. Teljes stúdió, tehát mindent lecserélnék el, mikrofon, hangkártya, monitorokat vennék, az még nincs, fejhallgató. Mi leginkább felvételről beszéltünk, szóval, hát, hogy... Igen. Uh-huh. Igen, egyébként szerintem ebbe a két irányba lehet elindulni ezen a lóvival, de a zenekarnál meg végképp. Befektetsz egy stúdióba, az tök jó löket tud arra lenni, hogy minden minőségibb cuccot csinálj, meg bármikor tud csinálni. Szerintem az jobb ötlet egyébként, szóval 3 millió forintból már egy zenekar is be tud úgy rendezkedni, hogy normális dobmikrofonszett, később az jól fog jönni nektek is, meg akár másoknak is, akiknek bérbe tudjátok adni a saját stúdiótokat. Igen, az üzlet. Az üzlet, tudod. Wolf, lesz neked esetleg? Van már ötleted? Én pont egy zenekarba tenném. Uh-huh. Hogy élőzhessek. Ott ül melletted egy zenekar. Megvenni őket, felvásárolni őket. 3 millió az elég, nem? Sztár? Te, mi is élő fellépésekhez vennénk cuccokat. Fülmonitort elsősorban, mert az nagyon hiányzik, hogy nincs. Tehát inkább technika. Aha. Lesz egyébként most segítségünk is. Érkezik Kökény Dávid az OTP-től. Hello, hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Üdvözlünk! Kiosztok ilyen kártyákat. ABC válaszok lesznek. Az OTP önőrügye támogatja ezt az egész kezdeményezést, jelentős nyereménnyel, viszont nagyon fontos, hogy mielőtt elkezdünk beszélni ezekről a célokról, meg hogy mire érdemes költeni, hogy érdemes beosztani ezeket, előtte feltérképezzem azt, hogy hogy áll a tudásotok. Az alábbiak közül melyik lehet a legdrágább tétel szerintetek? Egy 9 fős kisbusszal eljutni Budapestről egy debreceni koncertre. A második az, hogy egy hangstúdiót kibérelni hangtechnikával, illetve egy rendező díj, aki a klippeteken dolgozik. Legyen ez az első klipon, nagyot akartok durrantani. Egyre mutassuk fel. 3, 2, 1, hopp! Az fordítva van, tesó. Látom a víziót ott egyébként, hogy miről van szó. Hát nincs helyes válasz egyébként. Mert ez attól függ. Igen, szóval igen, dolgozik rendező 500 000-1 millió forintért is. Az első kérdés lehet, ha engem kérdeztek, úgy is értelmezni, hogy venni kell egy kis buszt, és nem bérelni. Nekem volt egy zenekarom még ezen kívül, ahol évekig vezettük ilyen rohadt nagy táblázatokból, hogy hogy állunk. Nem idegen az, hogy ezt vezetni kell a bevételeket, kiadásokat, és miből gazdálkodhatunk. És sikerült egyébként ezt vezetni? Szerintem sikerült, és én mindig úgy tekintettem amúgy egy zenekarra valamilyen szinten, mint egy vállalkozásra amúgy, mert abszolút arra megy ki az ember egy buli után, biztos ismerős mindenkinek, hogy nullára kijöjjön, vagy arra, hogy egy pici pluszba legyünk már. Igen, de egyébként meg a zenészek nem arról híresek, hogy szeretnek adminisztrálni, meg Excel táblázatokat. Azt hittem azt, hogy pluszba lenni egy buli után. Pluszba szeretünk lenni, adminisztrálni nem. Ez egy baromi jó, hogyha egy Excel táblát vezettetek. De nem sok embernek a barátja, azt tudom, de egyébként ott tudjátok jól kalkulálni, hogy hogy áramlik a pénz be és ki a vállalkozásból, és itt kell jól felosztanatok. Jöhet a kövi kérdés. Egy koncerten az adott jegyekből származó bevétel 1 millió forint. Ezt mindenki vizualizálja, szerintem ez egy tök jó sztori. A koncertet a menedzsment a bevétel 20%-ért szervezte meg. Mennyi a bevételed a koncert után? A 1 millió 2, B 900.000 forint, C 800.000 forint. Ezt tudom. Na, 3, 2, 1. Így van, a C a lila. Helyes válasz, tehát 800.000 forint. Nagyon profi. Meg nyilván azért a bevétel az annyi fele megy, ahányan vagytok. Hogyha Wolf lesz most zenekarra alakul, akkor jelentősen kevesebb lesz a pénz. Ezt azért érdemes figyelembe venni. Nem csak vicc. Az enyém vagy az övé. Ha nem te vagy a menedzsment, vagy nem bérettek sok mindent, akkor még mindenkivel el kell számolni. Tehát a profit az az, amikor már az összes költséget levontátok, ami megmarad. És ebbe kellene majd gondolkodnotok. Jó, nálunk van egy úgynevezett coachok, akik támogatják a mi munkákat, és van ott is kollégáknak zenekara. És otthon az egyik szobát megcsinált a stúdióvá, tehát neki erre költi kvázi a kis pénzét, ahol már egyébként másokat is tud fogadni, full hobby szinten. Tehát fontos, hogy ezt is elkövetjük, hogy melyik a főállás, melyik a mellékállás, és lehet, hogy a hobby is tud termelni. Nekem például így alakult át az életem, hogy ideig még a hobbi termelt pénzt, aztán úgy voltam vele, hogy jó, azért már nem kelek fel reggel 4-kor, hogy bemenjek dolgozni. És ha hozzátehetek még egy dolgot, hogy a katalógus építés az nagyjából fontosabb, mint bármilyen gyors nagy pénz, mert hogyha keresel mondjuk egybe 10 millió forintot,
azt el fogod költeni mondjuk fél év alatt. De mondjuk, hogyha kiépítesz egy katalógust, ami hoz neked 600 000 forintot havonta, télen, nyáron, Covid van, nincs Covid, koncertszezon, nincs koncertszezon, bármi van, akkor az többet fog érni, mint ez a 10 millió forint fél év alatt. Meg hogyha saját magadba tudsz befektetni, akkor talán azt a legjobban kamatozni. És ezzel alatt mit értesz? Úgy, hogyha van bármi célod, amiben biztos vagy, vagy irány, amit szeretnél követni, és ezzel kapcsolatban céltudatos vagy, és tudod, hogy tudnád ebbe így belefektetni a pénzedet. Meg az időbe. Ezt a legjobban. Ja, a tudásban egyébként a legérdemesebb fektetni. Hogy magadat fejlesz. Igen. Kettő gondolattal zárnám, hogy tudatosság és a tudatos pénzköltés a legfontosabb. A másik az, hogy tartalékban mindig gondolkozzatok. Hármas szabály. Egy, amire kell, elköltöm a pénzem, fenntartom magam, kaja, stb. Második pedig az, hogy szórakozok, mert azért élnem is kell. Harmadik, a háromból egy forintot pedig félreteszek a leendő jövőre. Nem mondom azt, hogy a nyugdíjas kora, mert az még nagyon korai. De a lényeg az, hogy... Zenészek vagyunk, addig úgyse fogunk élni. Ennyi. Köszi, Dávid, köszi, hogy itt voltál. Köszi. Sziasztok. Köszi, Dávid. Na figyeljetek, ugye megbeszéltük, hogy mire költenétek ezt a 3 millió forintot, eddig viszont amúgy alkottatok, dalokat írtatok, összeálltatok, feateltetek, és azért, ahogy látjátok, azért a zeneipar nem csak ez, hanem nagyon sok oldalú, és nagyon sok része van, nagyon sok fázisa van. Van egy mocskosabb biznisz része ennek a szitunak. Ugye gondolom, hogy most már sejtitek, hogy valami ehhez hasonlóval fogunk ma foglalkozni. Érkeznek a mai napon zeneipari szereplők ide a táborba, akik nagyon-nagyon fontos szereplők, sokat tettek már a magyar könnyűzenéért, tényleg a legfontosabb szereplői ezeknek a köröknek. És lehetőségetek lesz ma bemutatkozni nekik. Akik érkeznek, azok nem mások, mint Csiszár Virág a Sziget Fesztiváltól, Lobbenvej Noresz a Strand Fesztivál Sopronfesttől, Ceglédi Sassa az Akváriumtól, és Kama a Banana Recordstól, illetve Imre Zsolt az Escape Plantől. A tegnapi dalt, amit megírtatok, azt nekik előadhatjátok a mai napon. És ezek után majd az esetleges kérdéseikre, amik lehet, hogy kényelmetlen kérdések lesznek, tudnotok kell jól válaszolni. És számíthattok arra, hogy lehet, hogy még lehetőségeket is fognak nektek kínálni. Beraknak minket egy szobába az összes ilyen magyar rendezvénynek a szervezőjével. Szerintem körülbelül ez amúgy felér egy 3 millió forintot. Tegnap is tök jól sikerült az első ilyen performance-unk, koncertünk, és örültünk, hogy ezt ma is megismételhetjük. Na, azt sejtettük, hogy valamit a dallal kell csinálni, összemosni a másik versenytársakkal. Pillanatig nem folyt meg a fejem, hogy ma is fel kell lépni. Úgyhogy most menjetek készülődni, gondolkodjatok, próbáljatok, aztán találkozunk. Sok sikert mindenkinek, sok sikert! Még van egy kis idejük próbálni. Szükség is lesz rá, mert nagyon komoly brigádnak kell nem csak bemutatniuk, de ismét előadniuk az előző éjjel írt demókat. Már érkezik is az ötös fogatunk, a hazai fesztivál és klub élet alakítói. Aki a top 4-ből rájuk jó benyomást tesz, a körül forni kezdett a levegő a következő években. Nehezített pálya az előadóknak, hogy nem a saját közönségük előtt lépnek fel, hanem igazából a szakma krémje előtt. Ez egy tök jó módja annak, hogy megismerjünk mondjuk előadókat, vagy tudjunk előadókról, még mielőtt kikerülnek a nagy közönség elé. Az elmúlt pár év azért nagyon rácáfolt arra, hogy mik azok a törvényszerűségek, amik a hazai könnyűzenében működnek és szabálynak számítottak. A Szigeten nekünk az is nagyon fontos, hogy a magyar zenekaroknak és előadóknak is lehetőséget biztosítsunk, és akár kiemel lehetőséget nagy színpadon, vagy nagyobb színpadokon. Azt szeretem az előadókban, hogyha
jó piccelhetőek, hogyha amikor egymás között beszélgetünk valakiről, vagy ajánlunk egymásnak zenét, abban a két-három mondatban olyan jól definiálni lehet őket, hogy azt mondja az, akinek ajánlom, hogy hú, basszus, ezt biztos meg akarom nézni. Szerintem úgy lehet kitűnni a mai zenei palettán, hogyha nem csak zeneileg, de personában is nagyon nagy egyéniség vagy, és ezt a megfelelő módon tudod közvetíteni. Azt gondolom, hogy 100%-ot kell nyújtanod minden fronton. Szerintem nem feltétlenül ettől az egy daltól függ az, hogy valaki milyen előadó, szerintem egy csomó minden látszik az előadásból. Tényleg szükség van a feltörekvő jó előadókra, úgyhogy ha valaki ellopja a szívemet, akkor én on board vagyok, az biztos. Na, sziasztok! Hello! Sziasztok! Hey, sziasztok! Na, mi a helyzet? Izgatottan várjuk. Izgatottak vagytok? Arra gondoltunk, hogy a Misivel előadunk itt valamit elsőkörre. Bemutatjuk az új produkciókat. Csak hogy tisztázzuk. Na, és ugye ma jönnek arcok, négyen vannak, és most eljött az idő, hogy bemutatkozzanak nektek is. Még így a divatbemutatók jutnak eszembe, hogy kicsit így látod, hogy mi lesz majd a következő években. Kicsit nem kell végignézned egy másfél órás koncertet. Ez egy trapás műfaj, de tényleg van értelme. Itt viszont kicsit speckóbb a helyzet, mert oda a showkézekre egyébként azért inkább azzal készülnek, amit a legjobban tudnak, viszont itt mivel tegnap este rakták össze a dalt, még nincs kész, meg valószínű itt se lesz kész. Igen, tehát, igen. De hát most megnézzük, hogy nyomás alatt mit tudnak teljesíteni. Igen, meg hogy itt fontos, hogy itt a Kemben a dalokat is értékeljük, szóval ezeken is sok múlik. Nagyon nagy a dömping, és nagyon gyorsan változnak a dolgok. Szóval még a kis szűröd, akkor sem biztos, hogy fél év múlva releváns a dolog. Szóval úgy kiszűrni, hogy az évekig tartson, inkább az a kemény meló, igen. És érkezik is az első banda, Lovas, Juci és a Frász. Sziasztok! Tiétek a színpad. Sziasztok! Mi vagyunk a Lovas, Juci és a Frász. Mi vagyunk az egyetlen zenekar a táborban. Mi egy nagyon friss formáció vagyunk. Igazából szerintem kb. Fél éve ismerjük egymást. És ez a harmadik dal, amit együtt alkottunk. És az a címe, hogy akkor meg. Igen. Yeah. Vedd meg, tedd el, dobd el, nem mentem, elejtettem, vedd meg. Tedd el, dobd el, nem mentem, eltévedtem. Minden nap tök jó, de ugyanaz a vége, csak egyedül itt állok, mint egy hülye, és fogalmam sincs, hogy hová kéne mennem. Minden jó, legalábbis ezt mondom el. Minden nap tök jó, de ugyanaz a vége, csak egyedül itt állok, mint egy hülye. Nem tudom, hogy mit érzek és mit mutatok meg. Minden nap tök jó, de akkor meg minek? Vedd meg, tedd el, dobd el, nem mentem, elejtettem, tedd meg, tedd meg, dobd el, nem mertem, eltévedtem, nem mertem, eltévedtem. Minden nap tök jó, de csak egyedül itt állok, mint egy hülye. Fogalmam sincs, hogy hová kéne mennem. Minden jó, legalábbis ezt mondom el. Minden nap tök jó, de ugyanaz a vége. Csak egyedül itt állok, mint egy hülye. Nem tudom, mit érzek és hogy mit mutatok meg. Minden nap tök jó, de akkor meg minek? Álljatok meg, várjatok meg. Minden nap tök jó, de ugyanaz a vége. Csak egyedül itt állok, mint egy hülye. Fogalmam sincs, hogy hová kéne mennem. Minden jó, legalábbis ezt mondom el. Minden nap tök jó, de ugyanaz a vége. Csak egyedül itt állok, mint egy hülye. Nem tudom, mit érzek és hogy mit mutatok meg. Minden nap tök jó, de akkor meg minek?
akkor meg minek? Akkor meg... Köszönjük szépen! Lovas Júci és a frász. 8-10 évvel ezelőtt egy nagyon erős korszaka volt a magyar alternatívnak újra, de most egy picit azt érzem, hogy egyébként alacsonyan van a léc, és valakinek fel kell tenni a magasra, de ahhoz mondjuk ebben a stílusban szerintem így kell, hogy megmondóbbak legyenek a szövegek. Nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy csak szókimondóbb, egyéb szövegekkel lehet úgymond megnyerni a közönséget, vagy valami újat mutatni. Nem az a legfontosabb, hanem hogy önmagában a vibe-ban, a dalokban legyen valami, ami újszerű, ami friss. A zenei részére is igaz az, amit a Sasza mondott, hogy ennél szerintem egy ilyen egyéb dolog kell arra, hogy így mondjuk egy ilyen számból felismerjük, hogy igen, ez az a zenekar. És egyébként ti milyen színpadokon látjátok magatokat? Én minden produkcióhoz úgy állok hozzá, és szerintem úgy is kell hozzáállni saját magunkhoz, hogy mindig a maximumot akarjuk ebből az egészből kihozni, és hogyha ez a maximum egy Budapest Park, vagy egy nagyobb fesztivál, vagy mondhatunk bármit igazából, akkor arra azt kell mondani, igen, meg tudjuk csinálni. Mondjuk, hogyha nem tudom, jövő hónapban játszhatnátok valaki előtt, mondjuk a Budapest Parkban vagy az Akváriumban, akkor kik lennének ilyen magyar előadók, csak így... És nemzetközi is. Blaha előtt. Például Jancsónak a basszus gitározását, azt imádom. Kedves Blaha Louisiana, ha látjátok ezt a videót, akkor a képernyő alján látható telefonszámot hívjátok, csörögjetek rám, és bármikor mehet bármi. Most teljesen random jutott eszembe, és nem ez a dalunk alapján, de van egy-kettő, ami mondjuk, félek kimondani, de mörk. Mörk, tudom. Nézzétek meg, hogy kinek milyen közönsége van, vagy és hogy abból mennyit tudtok magatokra szedni. Aha. Érdemes innen is megközelíteni akár az előzenekarozás. Igen, ezért is akarunk minél többet koncertezni, hogy egyáltalán így jelen legyünk. Sokszor láttam azt, hogy ha az előadó közepesnél jobban ismert magyar előadó szintjére lövi be az álmait, azt utána nehéz újra definiálni és újra ugrani. Szóval egy picit én azt gondolom, hogy merjétek ezt még egyel magasabb polcra feltenni, és akkor ezek legyenek ilyen útközben lévő állomások. Igen, mert hogy azt érzem, hogy így, hogy nem feltétlenül a legtrendibb, jelenleg legtrendibb stílus, amiben zenéltek, az nem biztos, hogy baj, és például igen, szerintem így szakmai füleknek ez egészen üdítő. Minden évben van egy-egy ilyen sláger műfaj, amiben alkotnak az előadók, és a showcase fesztiválok a jellemzően ezekben van a legtöbb, és olyan jó érzés, amikor valaki egy kicsit más, vagy kitűnik abban a felhozatalban. Személy szerint egyébként én abszolút hallottam benne, hogy lehetne szerintem nagyon ízlésesen korszerűsíteni. Szóval volt egy olyan akkordmenet, ahol csak ahol feljebb transponál, ott egy Moog basszus szintű mondjuk követné csak azt a felmenést, bizonyos részeket betorzítani, stb. Olyan megoldásokat, ami erre a basszusgitár, gitár, dob, ének, zenére annyira nem jellemző, de viszont mégiscsak olyanná lehet tenni, hogy megfogja az ember fülét, szóval én abszolút hallom meg benne is van ezt a produceretek, tessék. Potenciál. Én nagyon szívesen elvállalnék nektek egy dalt, hogy csináljuk meg közösen egyébként. Ja, Misitől már jött is egy felajánlás. Én ezt tartom, én nagyon szívesen dolgoznék veletek. Kölcsönös. Lehet olaszó. Kísérletezzetek. Én azt tanácsolnám, hogy szerintem a koncertezést nem érdemes nagyon sokáig várni, szóval én inkább hiszek abban a modellben, hogy már koncerteztek, amikor kijönnek dolgok, és így kicsit egyszerre történnek, mert nem tudom, én sok olyat láttam, hogy valaki sokáig várt, ilyen stúdiózás, kijönnek, későn kezd el koncertezni, szóval szerintem így bele kell ugrani, és valahogy párhuzamosan építgetni mindent. Yeah. De a kiadásban egyébként, hogyha adhatok egy tanácsot, akkor én mindenképpen először szingülökbe gondolkodnék, és ezt lehet csinálni igazából addig, amíg nem lesz egy olyan közönségetek, aki már meghallgatná a lemezt. Mert most azért dolgozni, hogy csináljatok egy lemezt, és azt meghallgatja öt ember, az fölösleges. Köszi szépen, srácok! Köszönjük szépen! Lovas Júci és a frász! Egyébként annak ellenére, hogy a mai performanszunknak volt tétje a zsűri miatt, sokkal felszabadultabbak voltunk. Ma úgy érzem, hogy a zsűri látott bennünk némi potenciált, viszont nem győzte meg őket annyira ez a dal. És közben érkezik a következő formáció. Wolf lesz. Tiéd a színpad. Na hát, sziasztok, Wolf lesz vagyok, és ez az új dalom.
vagy demo, nem tudom minek mondjam, crackes, rockos, Harley Davidsonos valamit akartunk összehozni. Terminátor 3, egy, a gépek lázadása. Mindenütt gazda testek, mindenütt transzparensek. Milyen volt aznap este? Nem kell, hogy transzba esetek. Érzi a pőrén, hogy semmi nem oké, okay. Itt van a farkas, és te nem viszel ki, Érzi a bőrén, hogy semmi nem oké, Itt van a farkas, és te nem viszed odébb, Mondd csak, merre jársz, majd szólj, ha visszaérsz. A farkas látni fog majd, de épp csak visszanéz. Mondd csak, merre jársz, majd szólj, ha visszaérsz. A farkas látni fog majd, de épp csak visszanéz. Épp csak visszanéz. De épp csak visszanéz. Mindenki szív valamit, ha kéne csak hívom a lit, zárt körű sessionök bent, nem izgat kik vannak ki, mert itt érzi a pőrén, hogy semmi nem oké, itt van a farkas, és a nem oké, érzi a pőrén, hogy semmi nem oké, itt van a farkas, te nem viszed odébb. Mondd csak, merre jársz, majd szólj, ha visszaérsz. A farkas látni fog majd, de épp csak visszanéz. Mondd csak, merre jársz, majd szólj, ha visszaérsz. A farkas látni fog majd, de épp csak visszanéz. De épp csak visszanéz. De épp csak visszanéz. De épp csak visszanéz. Csak merre jársz, vagy szólj, ha visszaérsz. A farkas látni fog majd, de épp csak visszanéz. De épp csak visszanéz. De épp csak visszanéz. Köszönöm. Wolf lesz a stage-en. Nem tudom, hogy milyen zenét csinálsz egyébként, mert annyira különböző volt minden, amit hallottam, amiben fönn van a Spotin vagy valahol. Ez meg nem tudom, hogy mennyire közel hozzád. Semennyire. Ezt így éreztem azért az előadás módon is. Tegnap a zenekarral léptem fel, és annyira inspiráló volt, hogy úgy egyből megkaptuk a feladatot, és próbáltam egy kicsit ilyen élőzenés cuccot csinálni. Soha nem éreztem azt, hogy így berúgnék egy Harley-t és elindulnék vele. Most sem feltétlen éreztem azt, de azt gondolom, hogy ha olyanok lennének a motoros fesztiválok, ahol te elépsz, akkor elmennék a motoros fesztiválra, és rád nézek, én amúgy egy sztárt látok. Szerintem egy bomba volt a refrén, amúgy nekem nagyon tetszett. Nekem nagyon tetszett. Ahogy nem tudom, kinek nehezebb neked egy ilyen szobaszerű helyen 3 percben valamit mutatni, vagy hallgatni, és ez alapján megítélni. Kicsit azért kényelmetlen volt a színpadon. Próbáltam kimaxolni, amennyire csak tudom, kisebb-nagyobb sikerrel. Teljesen szűz fülül vagyok veled szemben. Nekem egy kifejezetten meglepetés volt, hogy elindult, így nézte, hogy Atya úristen, mi ez, és a végén így hallgattam volna még egy pár dalt tőle. Pláne, hogy mondod, hogy egészen más az, ami egyébként te vagy. Ha most lenne idő, meg lehetőség, meg a szabályok engednék, biztos megkérnénk, hogy folytasd kicsit. És milyen jellegű helyeken léptél fel eddig, meg hány koncerted volt? Hát az első koncertem az akváriumban volt, egy ilyen vendégelőadó voltam, vagy egy szám erejéig mentem fel. A Betonhofinak volt egy ilyen nagy koncertje. Ott nagyon lámpalázos voltam, tehát hogy szerintem az utolsó 5 percben megittem egy 4 liter vizet, ilyen stresszivásba. Azt hittem, én a Betonhofi streket ismertem, és ahhoz képest, igen, ez annyira más volt, és annyira meglepő, hogy nekem azért is tetszett, nekem fel se tűnt az, hogy esetleg ezt ne éreznéd magadénak, és hogy ennek ellenére, hogy ez nem teljesen a te világod, így bevállaltad, nekem ez tökre bejön. Én ismerem egyébként Farkast, a dalszerző táborunkban volt még 22-ben, én tök szívesen hallgatnék több dolgot tőled, illetve nyilván szeretném felajánlani, hogy majd így üljünk le, meg dumáljunk. Nagyon megörültem, és nagyon boldog volt, amikor azt érzékeltem, hogy a Kama nagyon kíváncsian áll a zenémhez. Volt egy ilyen kellően leszarós, valamilyen
attitűd. Hát amúgy a tábor elej óta ezt viszem, csak... Ja. Nem engednek kiesni, most már. Hozzátéve a Komának a felajánlásához, hogy csinálj trekeket, meg hogyha eddig így érdemben nem volt még túl sok bulid, akkor dolgozz ki egy tök jó félórás szetet, vagy ilyesmi, és én majd szívesen ajánlanék fel ilyen support lehetőséget nagyobb fellépők előtt, hogy kipróbáld magad egy olyan közönség előtt, ami mondjuk akár szerintem is működhet. Én is nagyon bírom ezt, amit láttam, csak könnyű elbaszni, hogyha egy nem ideális méretet, időpontot, közönséget és így tovább találunk meg. Azt szoktam mondani, hogy egy fesztivál fellépés az nem lehetőség, hogyha délután 2-kor az ember az anyukájának lép föl a tűzőnapon, senki más nincs ott. A már meglevő közönség a legjobb szerintem a fesztiválos fellépésnél, az a legtutibb, hogyha előtte már van lehetősége bejáratni, meg kialakítani egy ilyen kis tábort, akik eljönnek és megnézik. Nekem még egy kritikai észrevételem lenne. Tiszta hangokból lehetne több egy picivel szerintem. Én is autótyunt használok a színpadon, meg a stúdióba is mindenhol, szóval nem azt mondom, hogy tökéletesen kell énekelni. Mi sem tudunk énekelni. Sőt, csak hogyha nem tudunk énekelni, akkor vagy autótyunt, vagy kicsit feküdjünk rá jobban. Jó van, köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon jól esett a szakmabeliekkel végre beszélni ezekről a dolgokról, és hogy látják a stílusomat, a flow-mat. Boldog voltam, amikor azt mondták, hogy kíváncsiak arra, hogy hova is tarthat a zeném, és hogy hova mehet a karrierem végül is, és nagyon jó érzés volt. Érkezik a következő formáció, a Ster. Sziasztok! Sziasztok, srácok! Sziasztok! Ciao! Szóval elhoztuk nektek most a dalt, ami 12 órával ezelőtt meg nem is létezett, úgyhogy az a címe, hogy Ez vagyok én, és egy loop pedál lesz a segítségünkre. Úgyhogy fogadjátok szeretettel. Sok sikert. Köszönjük. Ezt kezdjük, újra kezdjük, elnézést. Ed Sheerannek is belefér, nektek is belefér. Szólt a szívem, nem is igazán tudom miért, de tényleg elfogadja végül majd az ember, hogy a bajban jelet ad a teste. Minden egyes este gondok meg a csekte, szőnyeg alá teperek mindent, ami fáj. Lehet hívlak, de nevetve, sírva, de nevetve, ez nem a valóság, ez valami más. Aztán jön a reggel, szerepeket vesz fel, eladja a becsületét, szavakért az ember. Ez már nem a rendszer, ez már nem az úr, erről én tehetek meg te. Mert ez vagyok én, én. Add vissza most mind, mit elloptál. Rég nem látok fényt, és nem látom át. Hát félj, azt mondták, hogy ez a valóság. De hadd higgyem, hogy van még mennyország. A vekker érez fel, kattan a vekker, ébresz fel. Mert érzem azt, hogy részletben de... Szabad a szó. Szabad. Nem a rendszer, ez már nem az úr. Erről én tehetek meg te. Ez vagyok én. Én. Azt mondtam, most mindent elloptál. Félj. Nem látok fényt, és nem látom át. Félj. Azt mondták, hogy ez a valóság. Higgyem, hogy van még mennyország. Elfelejtettem a szöveget. Most jött ki a campnek a nehézsége valószínűleg, de egyébként szerintem ettől
tudunk mindenkivel változtatni. És lúpolás is, az nem könnyű azért. És ha már Showcase-ről beszéltünk, Vidivel együtt láttuk először a Milky Chance-t egy Showcase-en fellépni sok évvel ezelőtt. Kicsit azt a feelinget hozta. Nekem kicsit esélyenes volt ez a szám. Meglátták ugye a Loopert, és mondták, hogy esélyen, és akkor már láttam, hogy például a Sziget Fesztiválos hölgy, ő már elkönyvelte, hogy akkor mi egy esélyen utánzat vagyunk. Mi azt nem szeretnénk, hogy belegyünk skatujázni, mondjuk külföldön, mondjuk egy Luis Capaldi, akitől jelentől kezdve csak balladát várnak, ami zongorával van lekísérve. Úgyhogy megpróbálkoztunk egy ilyen másabb jellegű dallal. Looperrel még nem is léptünk fel közösen. Szerintem tök jó, hogy mind a ketten énekeltek, mind a ketten hangszeren is nyomjátok. Én ezt bírom. Szerintem nem olyan gyakori. Tapasztalatotok egyébként fellépés terén az ügy mennyiben, vagy milyen szinten vagytok? Főként ilyen akusztikus esteket csináltunk ott a Szombathelyen, ahonnan egyébként jövünk. És milyen sikerrel? Hát amennyire egy akusztikus este sikeres lehet egyébként, mi nagyon tök jó volt Szombathelyhez képest a kisváros, tehát igen, abszolút, tehát hogy tök jó volt. Nem érzitek azt, hogy hosszú távon, vagy akár közép-hosszú távon limitálna titeket az, hogyha mondjuk egy zongi és egy gitár, vagy looper van végig, és hogy terveztek-e bővülni? Szeretnénk egy zenekart egyébként magunk mögé, már folyamatban van. Ki producerelnétek attól függetlenül a zenét, ti találnátok ki a hangszerelést, és beültetnétek session zenészeket? Szerintem elég konkrétan az a célunk, hogy ketten. Szerintem érdekesebb is, mint egy én is ezt gondolom. A recept, amit gondoltok, az jó. Szerintem egy ilyen nemzetközi példában a Codeline, azt szerintem egy valami olyasmi elképzelés lehet. Nagy capacity helyszíneken lépnek fel, és mégis meg tudják tartani az intimitást. Szóval szerintem reális cél. Meg azért Magyarországon szerintem annyira ehhez hasonló pop formáció nincsen, vagy kevesebb? Én Magyarországon most ennek kevésbé látom a helyét. Én kevésbé lennék bizakodó. De most gondoljatok abba, hogy ezt most így meghallgattuk, és szerintem alapvetően így tetszett mindenkinek. Ez a dal lehet nem tetszett volna nekünk, hogyha egy zenekar adja elő. Én még nem érezném feltétlenül szükségét a kibővülésnek, szerintem így, hogyha a duót így nagyon durván kigyúrjátok, szóval első körben az egy tök jó sztori tud lenni. Így érezzük jól magunkat igazából a hangszerekkel, ez a hangzásvilág az, ami tulajdonképpen nekünk így a legjobban fekszik. Másfél éve még nem is ismertük egymást egyébként, és TikTokon kezdtük el magunkat coverökkel promózni. Megmutatni, igen, és mi ezt a közösséget szeretnénk formálni. Uh-huh. Csináltunk egy közös Excel táblázatot, ebben szerepel az, hogy minden hónapban kirakunk egy-egy dalt, és hogy ez segíti a Spotify algoritmust is. Szóval mi ezt úgy csináljuk mindig, hogy ki van nekünk találva, hogy általában mi zenéinket mindig berakják az ilyen Spotify, ilyen editorial playlistekbe. Szóval melyikbe? A Nem az a pop. Akkor az egyik zenénk, az egy átdolgozás volt, az Így volt szép, az például bekerült a Viral 50-be, szóval az benne is volt egy jó hétig szerintem, tehát az most Spotify-on ilyen 150 ezeres hallgatottság körül van. Ez Margaret Island, vagy az Így volt szép? Nem, a Kodolánynak az Olajban, csak magyar szerintem. Ja, igen, szóval. Magyar nyelv az összes? Magyar, igen, az összes. Fontos szerintem az is, hogy a saját hangot megtaláljátok, mert annyiszor szóba kerültek más előadók, hogy valószínűleg ez nem véletlen, hogy sok Kodolány, sok Ed Sheeran, mi nem volt, és hogy mi az, ami ti vagytok. Trap előadó, ő mit vitt volna oda, vagy abban mi az újdonság? Tehát, hogyha ezt így megmondják nekem, akkor is korrektan, akkor én ezt elfogadom, de szerintem egyébként mi tök egyedien álltunk ez az egész, meg egyedien mentünk oda. Amúgy maga a zene az tök jó lett, szóval, hogy így felvéve rohadt jó pop, meg mondjuk 4 akkord, tehát semmi rárugaszkodó dolog nem volt. Nem akarom azt mondani, hogy több mocskot kéne a zenében, mert mindenkinek ezt tanácsolom, szerintem ti vagytok az egyetlen kivétel, hogy szép, ahogy van, de hogy szerintem figyeljetek arra, hogy az indie folknak ritkán van szerintem igazán jó mélysége manapság, úgyhogy ássatok mélyre majd. És nem ez van tervben egyébként? Hát most ebben mi jobban látjuk azt, hogy triggerelni tudjuk az algoritmust, hogy egyesével rakosgatjuk havonta. Így amúgy szépen növekszik, szóval így látjuk, hogy nem telik el 4 hét, tehát mindig 4 héten belül szeretnénk, vagy posztolunk általában a zenéket ki. Tetszik amúgy, hogy így gondolkoztok. Művészetileg jobb szerintem. Most én láttam, hogy a Spotify algoritmuson mosolyok, de úgy mosolyok, hogy hát ez én van. Is ezt látom most. Ez van sajnos. Ez a modern zeneipar igazából. Te elmegyünk egy picit amellett, úgyhogy full belebakisztatok a dalba, szóval arra nem esett amúgy szó. Szerintem belefér. Én például nagyon kíváncsi voltam a te hangodra, mert amikor így elindult, és szerintem egy sor, aztán a végén még egy refrént elcsíptél, akkor azt éreztem, hogy nekem így azt hozta meg amúgy igazán az ízét, és gyakorlatilag 2 másodperc alatt vége lett. Mi meg akartunk mutatni, hogy tudunk ilyen fejbólogatósabb zenét is csinálni, de ezek szerint előadni nem.
jó lett volna, hogyha ezt halljuk, és szerintem amúgy kell róla beszélni egy ilyen helyzetben. Mindegy, leblokkoltam, ez a lényeg. Van egy hiba. Hogyha nincs más, akkor köszönjük szépen, srácok! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen. Szer! Egyértelműen szerintem ma nem voltunk jók, és a saját mércénkhez mérve szerintem nem is lenne fair, hogyha ezek után mi bemaradnánk a döntőig. Szolnoki és Tendenci a házban. Sziasztok, srácok! Hello, sziasztok! Sziasztok! Hello. Elsőnek is szeretnénk bemutatkozni. Én Szolnoki vagyok, ő pedig a producerem, Tendenci. Körülbelül együtt már ilyen 50 zenét megírtunk, és most pedig egy kiadatlan zenét fogunk hozni, amit tegnap este írtunk meg. Sok sikert hozzá! Köszönjük! Söpörünk a szőnyeg alá mindent, tudom jó, hogy nincs halunk mindent, tudom jó, hogy nézd haza innen, ahogy lángol egy rinten. Körülvesznek jó barátok, nincs aki gondzább illene, elindulod az illatot, illele, ahogy eltűntünk a ködben, és csak forog a világ, ami az élet. Zuhan a világ, ez az élet. Na 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 na. Szolnoki és Tendenci. Hát én szörnyen érzem magamat, mert ez egy nagyon rossz produkció volt, és egyáltalán nem ilyen volt, amikor elpróbáltuk. Megy ez neki, meg benne van, csak egyszerűen a nagy nyomás meg a... Most őszintén nem tudom, hogy ez tényleg mi alapján, vagy miért van így. Tartozom egy kis vallomással, én a Tendencivel, a Tomival már több mint 20 közös dalt csináltunk, szóval valamilyen szintű elfogultság biztos, hogy van bennem, de kétszerűen szigorúnak kell emiatt lennem velük, mint bárki mással, és nektek meg kétszer annyi szöveget kellett volna tudnotok sajnos, mint amennyit itt hallottunk, mert jó, hát ez így... Hát ez szörnyű volt. Erre fel kellett volna készülni, bro, szép hangod volt. Felkészültünk egyébként, tehát kint ez egyáltalán nem ilyen volt. Igen, csak néha nyomás alatt kell teljesíteni, ami tegnap is ez volt. Amúgy jó, nekem tetszett személyesen a dal, jól szólt, time-ba volt, hangba volt, csak a szöveg. Nekem tökre tetszett az energia, amivel bejöttetek, meg a felállást is, hogy van egy producer hangszeres, meg egy énekes. Nagyon szép hangod van, meg én nagyon bírom ezt a stílot, szóval nyilván benne van, hogy most így nem úgy sikerült az élő előadás. A dalírással nincs problémánk, tehát az megy. Legalább az, hogyha már így előadni nem tudjuk, akkor... Élőben játszottatok már? Nem, együtt nem. Még nem. Csak tegnap. Én teljesen együtt tudok érezni, mert
nagyon lámpalázos vagyok, utálok kamerák, meg közönség, meg bármilyen ott létezni. Pláne, hogy pár órátok volt felkészülni, szóval abszolút nem bántott ez a rész, és szerintem is tök jó volt a dal. Én totális ambivalenciát éreztem végig. Amikor néztelek titeket, akkor így próbáltam körbenézni, hogy mi történik. Így oda becsuktam a szemem, akkor pedig azt éreztem, hogy ez k***a jó. Tehát így elképzeltem, hogy milyen ez, amikor jól csináljátok. Ez totál jó magic volt. Én igazából, amikor meséltetek, akkor már nyertetek kb. Nálam, meg az látszik, hogy így nektek színpadon kell állni. Én azt éreztem, hogy így feladtad közben, meg ilyen rossz kedved lett. Még lehet, hogy volt egy pont, ahol újra lehetett volna kezdeni. Nem tudom, ilyen jó refrént, mikor hallottam utoljára, megnézném ezt egy órán keresztül, amikor így megy a szöveg is, meg minden. Lesz egy dalszerző táborunk, ide lehet, hogy kettő is. A Banana Records-al, ahol több előadó meg producer van, és így együtt írnak dalokat, és én tökre bírnám, ha tudnátok jönni. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen, bármikor, igen, tényleg. Bomba lenne. Az előző produkciónál volt egy bak, és picit kikértem magamnak, de az azért volt, mert nem értettem egy picit a lényegét a dalnak. Itt viszont az van, hogy ilyen végigment egy ilyen szitu, de hogy közben egyszer sem estem ki amúgy a flowból, és pontosan értettem. Attól függetlenül, hogy ez megtörtént, nagyon ritka az, hogy mégsem von le igazán az értékéből, ami durva amúgy szerintem. Közben meg az egyik legkomplexebb dal lett szerintem, hogy az összes közül. Mi is csodálkozunk szerintem. Hát én most teljesen nem értem, mit. Október 19-én lesz az Isolation Budapest, és nyitó slot környékén egy valamelyik kisebb színpadon. Ezt a stílót én nagyon, nagyon érezném, hogyha így fel tudnánk léptetni, és tudna működni. Nagyon szívesen. Beszéljünk erről. Rendben. Szerintem mindketten Márióban most egy ilyen sokk állapotban vagyunk. Igazából nem tudjuk, hogy mi a f*** történik. Köszönjük szépen. Én nagyon meglepődnék, hogyha most kiesnénk. Hát én azon lepődnék meg, hogyha nem esnénk. Hát, vegyes volt a kép. Úgyhogy őszintén nem lennék Alkácé Misi, de a döntése előtt a szakma is összegez. Na hát, megnéztük a produkciókat. Mit látok, hogy szerintetek így a piacon akár így kinek lehet a legnagyobb esélye? Szerintem a Máriós a tendencia az ilyen egyből csúszó, nagyon eredeti cucc, olyan arcok, akiket én is most itt tökre várom, hogy hazamenjek és belehallgassak abban, ami még kint van tőlük. Hát, hogy a piacot úgy nézzük, hogy ki tud mondjuk akár tömegekhez szólni a végén, akkor szerintem a Wolflexben van ez benne. A Márióikon inkább azt érzem, hogy a kritikusok által legelismertebb cucc, akire egy kicsit egy ilyen nisebb közönség ugrik az elején. Közben meg talán ők egy sokkal popposabb, meg közérthetőbb zenei világot képviselnek. Nekem egyébként a Lovas Júciék voltak majdnem, hogy a kedvenceim így a mai produkciók közül. Én ott egy ilyen nagyon lassú építkezést látok igazából, és nem nagyon látom most a közeget, ahol ez így viszonylag belátható időn belül sok ember tud fölvenni. A Júciék esetében egy tök kellemes produkció volt, azt nem tudnám mondani, hogy egyébként az egyediség az megvan bennük. Azért szerintem azt is fontos látni, hogy most nem ezekre a dolgokra rezonálnak, akik mondjuk ilyen új koncertre járók. Egyébként például a Júciék tökre színpadra való fazon. Illetve egyébként meg a mai napot nézzük, vagy ezt a feladatot, ezt azért tegyük hozzá, hogy a négyből meg, tehát hogy ők oldották meg a legjobban, tehát hogy ez erről eddig nem esett szó, de hogy azért, tehát hogy ők eladták ezt a dalt, és teljesen rendben volt az egész. Minden négy produkció egyébként még viszonylag kezdőszinten van, meg a sokaknál még érzem, hogy nem is nagyon tudják, hogy mit akarnak. És a Ster produkcióról mit gondoltok? Online térben lehet első körben sikerük, sok helyen a rádió helyett Spotify listák szólnak, és ezek nagy hallgatottságot tudnak generálni. Én náluk azt érzem, hogy nagy hallgatottság, az elején viszont kevés fizető vendég koncerteken. Uh-huh. A négy produkciók közül egyébként én náluk éreztem legkevésbé, hogy meg lenne ez a saját irány, saját hang. Hát az biztos, hogy a Ster az saját magát egy neccesebb szituációba rakta bele, mert... Hát igen, mert a Mário volt egyébként a hibázási lehetőség is, mert hangszerek, meg pedál, meg mindenbe belerakták magukat. Márióék azok elindítottak egy HD-t, Tendency rájátszott, ő meg énekelt rá valamit, ugyebár
ott kevesebb volt a hiba lehetőség. Ha mondjuk sortévesztéseket nézünk, akkor szerintem még mindig ők vannak elő. Kritizáltátok a backup éneket, de végül az mentette meg. Igen, mi lett volna, hogyha nincs? Hát ma döntened kell, Misi, erről. Még most se vagyok 100%-ig biztos benne, de azért már van egy kép a fejembe. És köszönöm szépen, hogy és köszönjük szépen, és tényleg, hogy itt voltatok. Nekünk. Köszönjük mi is. És köszönjük szépen. 400 jelentkező volt ide a sávlekötőkembe, és ti vagytok az a négy, aki elmenetelt idáig. Mindközül ez a nap volt a legnehezebb. Szerintem ebben egyet érthetünk. Itt ideálltatok, elmondtátok, hogy szia, én XY vagyok, ezt hoztuk és eljátszottátok. Lehet, hogy én nem mertem volna előttük megszólalni 2018-ba. Szóval ezért szeretnék egy nagyon nagy tapsot kérni nektek. Én nem tudom, hogy ki mit csinált az elmúlt három napban. És ezzel valamilyen szinten arra akarunk itt mindenkit felkészíteni, hogy minden egyes adott szituációba a lehető legjobbat kell kihoznod magadból. És megszületett a döntés benned? Megszületett a döntés bennem. Nekem egyébként a Lovas Juci és a Frász volt a kedvenc produkcióm. Lehet, hogy túlságosan biztonsági játékot akartatok játszani. Szerintem a dal jó volt, jók voltak a hangnemváltások, jók voltak az akkordmenetek. Mário Tendency, nem nagyon értem, hogy itt mi történt a szövegbe, de lehet csak azért, mert magamból indulva ki velem, nem tudom, én megjegyzem a szövegeimet, ez nekem fura volt, nem tudom, hogy hanyagság vagy izgulás, de én nálam Wolf Lesznél meg a Sternél rezgett a léc, hogy mi újság, és ennek több oka is van. A Sternél nálam az volt, hogy mint zeneipari, nem csak művészetben résztvevő embert, az Excel táblázatotok egyébként lenyűgözött, az nagyon durva. És azt is láttam rajtatok, amikor ideálltatok a színpadra, hogy ti otthon vagytok a zenében, de ez nekem nagyon nem jött át, sem a dalon, sem az előadásmódon, de az előadásmódban ugye a idegeskedés és stressz az közrejátszhatott. A Wolf Lesznél én azt éreztem, hogy nem teljesen tudod még mindig, hogy mit akarsz, pedig én régóta követem egyébként a te karrieredet, egészen az eleje óta, és nem tudom, hogy ez valaha körvonalazódni fog-e igazán. És a döntésemet szeretném közölni, és tényleg senki ne vegye magára itt mindenkinek egy hatalmas taps. Én a Sterz formációt küldöm haza. És szeretnék kérni nekik egy nagyon nagy tapsot, mert tényleg... Azt gondoltam, hogy nem lesz nehéz ezt kimondani, de őszinte leszek veletek, nehéz, mert látom, hogy két jó srác vagytok, egy olyan dolgot csináltok, ami egyébként annyira nem jellemző a magyar zenei szintéren, és nagyon sajnálom, srácok, tényleg nagyon sok sikert kívánok nektek a jövőbe, és ne csüggedjetek, mert egyébként jók vagytok. Látom, ahogy megfogod a gitárt, hogy odaállsz a billentyűhöz, látom, hogy jók vagytok. Szter, köszi szépen, hogy köszönjük itt voltatok. Köszönjük szépen, nagyon srácok. Köszi. Sziasztok! Gratulálok egyébként. Csávró. Tényleg további sok sikert nektek. Ja. Így is tartottuk Fernek egyébként. Azért volt egy kis remény talán, miután mondták a többiek, hogy más is hibázott. Szerintem tartjuk, hogy amúgy a mai zene, amivel készültünk, az egy jó zene, és amúgy meg ki fogjuk adni, mert nekünk kubára tesztik. Sziasztok, srácok! Ciao, sziasztok! Amit majd a verseny után elhatározunk magunkba, szerintem a sok pozitív visszajelzés, talán most már így személyenként is, meg így közösen is elhisszük valamennyire, hogy ügyesek vagyunk. Minden olyan program, ahol az ember kicsit így érzelmileg meg tud pihenni, az egyébként ja. teljesen nagyon jól éreztük magunkat. Ez viszont most azt jelenti, hogy ti vagytok az a három formáció, aki az idei sávlekötőkem döntőjében van. Készüljetek, mert a holnapi nap a legnagyobb nap lesz eddig, ami azt is jelenti, hogy a legnehezebb feladat vár rátok. Nyugi, dalt már nem kell írni. A feladat pedig nem más, mint 15 perces önálló műsort adni közönség előtt. Volt egy megérzésem a döntővel kapcsolatban, és ez ma tulajdonképpen beigazolódott. Szerintem mi nagyon örülünk neki, hogy a záró feladat az egy ilyen 15 perces szett, mert még ilyenünk sem volt, bármilyen meglepő. Egyértelműen nagyon jó érzés döntősnek lenni. Őszintén én egyébként nem tudok örülni most jelenleg annak, hogy bekerültünk a döntőbe. Tényleg nem tudok magamra büszke lenni emiatt.
Mário körülbelül szerintem olyan életflashekben van, hogyha megnyerné a fő nyereményt, akkor elégetné. Elosztogatná, hogy figyelj, jobbak voltatok, itt van félmillió nektek, nektek, nektek is. Jó érzés döntősnek lenni, nagyon örülök, hogy eljutottam idáig, készülök a holnapra, és szeretném megmutatni mindenkinek, hogy mit tudok. Itt lesz majd minden táborvezető, akivel eddig találkoztatok, úgyhogy ők fogják majd eldönteni azt is, hogy ki lesz a fő nyeremény, és hogy ki lesz az idei sávlekötőkempnek a győztese. Nagyon nagy hajrá kalappal mindenkinek! Let's go! Az eddigiek az, hogy egy-egy dalt eljátszottunk, az szerintem inkább egy fellépés, mint egy koncert, ez szerintem egy nagyon jó próbatétel lesz. Attól félek, hogy hogyan tudnék egy jobb szettet csinálni, mint a Lovas Juciék. Szendrői még a Wolf lesz is adni fogja. Wolf lesz amúgy valószínűleg egy nagyon erős szettet fog hozni. Képes nagyon durán kreatív dolgokra, főleg egy ilyen szett kialakításánál, megvalósításánál szerintem lesznek nagyon jó ötletei. Nagyon várom a koncertet, és hogy előadhassam a számaimat sok ember előtt. Let's go! Szuper! Dehogy is. De most mi a baj? Hát mi? Ki mond ilyeneket? Nem kérdés, hogy a színpadra születtek ezek a srácok, viszont kockáztattak, és ez ma így sikerült. Misi a sztárpárosától köszönt el a negyedik kihívásban. De ha vidd benneteket, amit raktak a táborban, akkor hallgassatok rá a többi dalukra is. Ígérem, kezet fogok, esküszöm, hogy nem fognak csalódást okozni. A szakmának előadott 4 új dal pedig már felkerült a zenelejátszókba. Úgyhogy több mint egy tucat táborban született saját dalt pörgethettek az artistok oldalain és a Camp lejátszási listáján. Gyerekek, a kövi adás már a mindent eldöntő döntő, amire mindegyik táborvezető visszatér a kembe. Újra készen álltok a döntésre? És megvan a top 3-as. Szolnoki és Tendency. Remélem felkészültél, mert nagy a gond. Lovas Juci és a Frász. És Wolf lesz. Ez az! Akik a Camp eddigi legkeményebb feladatára készülnek, mert most nem idősek, nem is a szakma, hanem egy valódi klubközönség érkezik, hogy meghallgassa a koncertjüket. És nincs több nap, nincs több kihívás. Az est végén minden kiderül. Az a formáció, aki ma megnyeri a sávlekötő kempet, az nem más. Adj teret a frisseknek, adj teret az ikletnek. Axe Jungle Fresh. Artisius. A dalszerző az első. Partnerünk a Strandfesztivál.